Az Adai Világos Kornél informatika tanára nyári akadémia természettudományi szakcsoportjába jelentkezett. Azt mondja, minden évben részt vesz a továbbképzésen, hiszen fontos, hogy egy tanár folyamatosan bővítse tudását. Természettudományi szekció az olyan, hogy magába foglalja a földrajzot, történelmet, biológiát és így tovább. Én, mint informatikus, néha én is kapok egy kis direkt rám vonatkozó szakmai képzést. Ez inkább egy ilyen feltöltődés, az általános műveltségünknek az emelése, ami ugye egy tanárnak mindig jó, ha van. A képzéseket az Iván Szárics Műszaki Iskola tantermeiben tartják meg, de online előadásokat is hallhatnak a résztvevő pedagógusok, mondja Besnyi Izabella, szakcsoportvezető. Szeretnénk kielégíteni mindenkinek az igényét, tehát a földrajzos, biológus, matematikusok is vannak a szakcsoportunkban. Lesz élő előadó előadás is, amikor az oktató személyesen jelen van és előadja az előadását, de lesz online kapcsolásunk is, amikor magyarországi oktatót kapcsolunk online konferencia hívás során, és ennek segítségével tudjuk megvalósítani az előadást. A 24. nyári akadémiára 160 tanár jelentkezett. Az oktatás 7 csoportban zajlott volna. A járványügyi előírásokhoz alkalmazkodva a szervezőknek módosítaniuk kellett a programot. A hét folyamán a távoktatás, illetve a természettudomány téma körében tartják meg a foglalkozásokat. Denegri Ibolya azt mondja, az akadémia további előadásaira várhatóan az ősz folyamán kerül sor. A távoktatás a digitális kompetenciák fejlesztéséről szól a pedagógusok számára, a természettudomány pedig számos ismeretterjesztő előadás formájában fog elhangzani. Úgy gondoljuk, hogy fontos még ilyen helyzetben is az élő kapcsolat, hiszen a tanárok így tudnak azért visszakérdezni az előadó révén, illetve tapasztalatot cserélni, amikor együtt vannak. A nagymúltra visszatekintő szabadkai nyári akadémiát az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. Ez idáig több ezer vajdasági és külföldi tanár vett részt a továbbképzéseken.